Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden kedves megjelent vendégünket itt a Rákoskerti Meldési Házban, az immáron hagyományosan 9. alkalommal megrendezésre kerülő Mindenki Karácsony a rendezvényünkön. Most pedig fogadják nagy szeretettel a Kaláka Együttest Szabad-e bejönni de Betlehemmel című műsorát. A Kaláka Együttes karácsonyi hangversenyének kerete ez a betlehemes játék. A műsorban elhangzanak a karácsonyi népdalok, régi egyházi énekek, karácsonyi versekre írott kalákadalok. 1987-ben jelent meg ez a lemezük, azóta is adventkor járnak házról házra, templomról templomra, színházról színházra ezekkel a dalokkal. Az együttes tagjai Bece Gábor, Grillus Dániel, Major Gábor, Radványi Balázs fogadják őket nagy szeretettel. Isten Jézusunk, Jézusunk, három király mi vagyunk, lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert sietünk, kis Jócska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát király, a nevem, segíts édes Istenem. Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél, benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk, égi ország! Gáspár volné, a féle földi király személye. Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk, mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott, hoztunk aranyat hakmarékkal, tömés egész vastagékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szerecseny király. Mária, Mária, boldogságos kismama, hulló könnyes záborán át, alig látja Jézus káját. A sok pásztor mind muzsikál, nem is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Szép jó estét mindenkinek! József Attila versével köszöntöttük kedves mindnyájukat, ahol a királyok is bejönnek, ők is köszöntik a kisdedet, és köszöntik Máriát, és furcsa módon bemutatkoznak, pedig általában egy király nem szabad bemutatkozni, mert róla tudják, hogy ő a király, még a mesékben is mennek hozzá. Vagy lehet, hogy ezek nem is igazi királyok? Hát egy titokzatos vers ez a József Attila vers, mert persze benne van a eredeti bibliai történet, hogy jönnek a királyok látogatóba kis Jézushoz, de lehet, hogy ezek nem is igazi királyok, hanem gyerekek, akik fölvették a királyok jelmezeit, és aztán akkor persze be kell mutatkozni, hiszen azt hinnék, hogy a szomszéd gyerek. De nem, ő Boldizsár, meg Gáspár, a király. Mások meg pásztorruhát vesznek, és azt játsszák, hogy ők a pásztorok, és azt a betlehemi történetet, amit ismerünk, azt vegyítik mindenféle tréfákkal, ez a betlehemezés. És hogy mi a betlehem, azt gondolom, hogy minden gyerek tudja, ugye? Na mi a betlehem? Hogy? Na mi a betlehem, nem tudjátok?
Na hát nem, ez nem igaz. Megáll a tudomány. Hát mi az, hogy Betlehem? Egy virág? Sütemény? Na micsoda? Hát egy város, ahol Jézus született, persze, hát mindenki tudja, csak valami miatt nem akarjátok mondani. De ha a mi műsorunkat címét láttátok, hogy szabad-e bejönni a Betlehemmel, akkor nyilván nem egy várost akarunk ide behozni a színházterembe, hanem van a Betlehemnek egy olyan jelentése is, hogy a karácsonyi történetet valaki megformálja, egy kicsi házikót épít, vagy rajzol, vagy egy templomocskát, és abban benne vannak a karácsonyi történet szereplői. Na hát a betlehemesek ezt a Betlehemet hozzák, fölveszik a pásztorok ruháit, és aztán persze énekelnek, tréfákat mondanak, de nem csak a Betlehemet hozzák, hanem hangszereiket is, mert különben nem tudnának mivel muzsikálni, nem tudnánk mivel kísérni a muzsikájukat. Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia! Semmit se féljenek! Lépek én a házba azon kérelemmel, szabad-e bejönni ide Betlehemmel? Szabad! Mennyből az angyal eljött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menbe, lássátok, lássátok, az Isten fia, kíma született jászolban, jászolban. Szénába fekszik, harmok közt nyugszik, Jézuska, Jézuska. Elismerére, köszöntésére az Úrnak, Jézusnak. Vívének néki szép ajándékot magukkal, magukkal. Egyiket kardot, másiket sajtot, harmadik egy bárány. Ilyen szegény pásztoroktól elég részem, elég részem. Talán még egy aranynál is többet észem. Pásztorok, pásztorok, keljünk fel, és hamar induljunk el Betlehem városába, röngyös és tálócskába, szénába, szalmába. Ápolgassuk őszent fiát falatjának falatjával. Egy picit én nagyon sok vagyok a kontrollban, hogy én visszaköszönöm. Nagyon köszönjük, hogy beengedték a betlehemeseket. Persze mi nem úgy folytatjuk, ahogy ebben a betlehemesben van, ezt a betlehemest Kodály Zoltán gyűjtötte több mint 100 évvel ezelőtt Nagyszalontán. Ezért úgy jár, hogy nagyszalontai betlehemes. És akkor jönnek a pásztorok, és mondják a történetet, mondják a tréfákat, jó kívánságokat, mi pedig úgy csináljuk, ahogy egy kaláka koncerten szokás dalokat énekelünk, ahogy a bevezetőben is elhangzott régieket, maiakat, amiket megtanultunk, vagy mi írtunk. De először is azokról fogunk énekelni, akik talán legjobban várják a karácsonyt. Na, kik azok? Kinézel a rácson, ó, pihe karácsony. Benézel a rácson, fehérke gyerek, rágcsál egy kalácson. Kék szemű gyerek, majszol egy kalácson. A kalács kerek. Benézel a rácson,
barnácska kerek, zöld szemű kisgyerek, rágcsál egy kalácson. Lesi a telet, bevézel, hópihezelek, szállanak, mállanak, szempillád remeg. Időtlen múlása, hófehér hullása, meg senki ne lássa, ha könnye pereg. Gyönge az öröngyre, elpattan a gyönge, bámul a kisgyerek, árnyas erezek. Könnyei zsütyönyi, szétúzza a mosolya, hóarcán sugar, a vidámság sugar, a meleg. Kék szemű, zöld szemű, víg gyerek, pilleszív, hópihez áncba hív, tavaszba vezet. Múlhat úgy el Kaláka koncert, be nem utassuk az érdekesebb, különlegesebb hangszereket. Nálam egy afrikai eredetű kalimba van, amely egy kis fadoboz, rajta jó néhány fémlemez, rövidebbek, hosszabbak, ezeket kell körömmel megpengetni, hát csak úgy válogatatlanul megmutatom, hogy szólnak. Nem olyan könnyű rajta játszani. Szép, egzotikus hangja van ennek az afrikai hangszernek. Vajon ezt is ismeritek-e? Na, ez már... Most már mondjátok ezt, hogy mi az. Na, ez az. Citera, akkor magyar népdalok jönnek, mert hogy ez magyar hangszer. Azzal kezdünk, hogy helyvíg juhászok, csordások. Helyvíg juhászok, csordások, csörgedeznek a források, de gyönyörű ez az éjjel, bár tekintsetek csak széjjel. Hátíme Betlehem felett, láthattok nagy fényességet, ott egy csillag is megállott, rongyos pajtánál leszállott. Hogy felserkentem álmomból, láttam csillagot jágoktól, hogy felkeltem, láttam tűzet, mely jelentett egy szülöttet. Hogy ültem a tűz melegén, hát íme egy fényes legény, hirdet glóriát, örömet, mely megnyitja szíveinket. Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, örüljetek, örvendjetek, ha kis Jézus megszületett. Kirje, kirje, kis derecske, betlehemi hercegecske, kimértünk sok jót tettél, a pokoltól megmentettél. Jézus ágyán nincsen patlan, jaj, de fázik az ártatlan, hogy is lehetne bundája, elveszett a báránykája. Thank you.
pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el. Betlehem bárósában, rongyos istállócskában, síressünk, ne kissünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk, mi urunknak tiszteletet tehessünk. Angyalok hirdetik, Messiás születik, itt van jele fényének, helye születésének, hajtában, hójában, be vagyunk takarva posztócskájába, áldott gyermek szenved már kis korába. Jaj, szegény, de fázik, könyveitül ázik, nincsen néki párnája, sem cifranyó szójája. A széna, lágy párna, barmokjászla melegítő kájhája, ökörszamár lehelleti reája. Nossza, hát jöjjetek, velem siessetek, vigyünk néki báránkát, egy kis írós vajacskát, tikmonykát, túrócskát, és pedig lenne csutora bórocskát. Így köszöntjük a született Jézuskát. Jézus a szent kisben, mi szükséget szemben, nincsen meleg szobája, sem éges palotája, szükségben, hidegben, melegíti őt a barmok párája, ó isteni szeretet nagy csodája. Ahogy elhangzott itt a bevezetőben, valóban nagyon rég már az a lemez, 1987-ben jelent meg, szabad-e bejönni ide Betlehemmel. No hát akkor az azt mondja, hogy már 27 éve, és azóta minden karácsonykor, ilyenkor adventkor megyünk egyik helyről másik helyre, holnap éppen Kárpátaljára indulunk, Munkácson fogunk játszani, meg Csapon, meg Kászonyban, Visken, Beregszászon, Ungvárban. Aztán persze visszajövünk Budapestre, mert itt is fogunk még muzsikálni. Régi dalokat is, meg újakat is. Na akkor még erről a régi lemezünkről egy-két dalt, mert hogy akkor arra gondoltunk, hogy ezek mellett a magyar népdalok mellett lehetne pár olyan külföldi dalnak is magyar szövege, amit akkor még nem tudtunk volna magyarul énekelni. Kiváló műfordító Tóth Falusi István készítette azokat a fordításokat, ami most három dal egymás után először is jön egy svéd, aztán egy spanyol, aztán meg egy cseh ének. A svéd énekben azt fogjuk énekelni, hogy itt a karácsony már. Itt a karácsony már, és itt a karácsony már, és húsvétig tart a karácsony. Itt a karácsony már, és itt a karácsony már, és húsvétig tart a karácsony. Itt van a húsvét már, és itt van a húsvét már, és karácsonyig tart a húsvét. Itt van a húsvét már, és itt van a húsvét már, és karácsonyig tart a húsvét. Anders Metter háza, benne gyertyák száza, fénylik mind a gyertya hossza. Anders Metter háza, benne gyertyák száza, fénylik mind a gyertya hossza. Hej hopsza, hej galopsza, hej hopsza, hej galopsza, mindig mind a gyertya hopsza. Hej hopsza, hej galopsza, hej hopsza, hej galopsza, mindig mind a gyertya hopsza. Ezt a dalt egy svéd filmből ismertük, Fanny és Alexander, lehet, hogy látta valaki már, ahol erre a dallamra táncolnak szobáról szobára gyertyafényben karácsonykor a szereplők. Következőt pedig egy lemezen láttuk, az Állatok Jézus előtt spanyol gyerekdal.
arra gondoltunk persze, hogy a szamár, meg a lökör, meg hát amiket szoktak ábrázolni ugye a kis Jézus mellett az istállóban. De nem arról van szó, hanem itt jön a nyuszi, meg a kiskacsa, a bárány tortát hoz, a többi állat énekel, meg táncol. Szóval ez egy igazi gyerekmese, karácsony is pajol gyerekta. Betlehembe tyúkkacsa fut, kis kakas zeng, kukurikút. Táncot járnak szép kecsesen, a kis Jézus hadd nevessen. Ott forognak, mint kül, és a kidded lámörül. Táncot járnak szép kecsesen, a kis Jézus hadd nevessen. Ott forognak, mint körül, és a kidded lámörül. Jászolához lépked a nyúl, bőrt a disztja mélyre gyúl. Íme torták nyújt a bárány, vette finom gyapja árán. Hozta néki messzirül, és a kidded lámörül. Íme torták nyújt a bárány, vette finom gyapja árán. Hozta néki messzirül, és a kidded lámörül. Tortát gyújt a bárány, vette vínom gyapja árán, hozta néki messziről, és a kisded lábörül. Persze bizonyára minden gyerek tudja, hogy a igazi karácsonyi történetben a bárányok nem tortát hoznak, csak egyszerűen legelésznek a mezőn, ahogy ez szokásos. Kik vigyáznak rájuk? Juhászok, a pásztorok, igen. Hát az így szokásos. Így volt régebben is, meg ma is így van. De akkor nagyon megijedtek valamitől ezek a pásztorok, mert szárnyát suhogtatva jött föntről valaki, vagy valami. Jött egy angyal. De az angyal azt mondta, ne féljetek, jó hírt hoztam, megszületett, akire olyan régen vártok. Menjetek el Betlehembe. Találtok ott egy csecsemőt, bepójálva fekszik a jászolban. Ő az. Hát a pásztorok gondolták, hogy talán igazat mond az angyal. Azért elindultak, megkeresték, meg is találták. Nagyon örültek neki, és mindenkinek elmondták. Mi meg elénekeljük egy cseh karácsonyi énekben. Legelgetett a bárány. Legelgetett a bárány Betlehemnek határán. Dallom-dallom pillárom, dallom-dallom pillárom. Tallom-tallom pillárom, tallom-tallom pillárom. Angyal mondá, pásztorok, Betlehembe fussatok. Tallom-tallom pillárom, tallom-tallom pillárom. Tallom-tallom pillárom, tallom-tallom pillárom. Hogyha futtok, siettek, kis Jézusra ráleltek. Tallom-tallom pillárom, tallom-tallom pillárom. Tallom-tallom pillárom, tallom-tallom pillárom. Anya tette jászolba, nyolc pólyába burkolta. Tallom-tallom pillárom, tallom-tallom pillárom. Tallom-tallom pillárom, tallom-tallom pillárom. Tallom, tallom, pillárom, tallom, tallom, pillárom. Tallom, tallom, pillárom, tallom, tallom, pillárom. Persze a karácsonyhoz többféle történet fűződik. Például az, hogy azok a bizonyos három királyok, Szentírásban nincsen odaírva, hogy ők királyok lennének, csak hát olyan gazdag ajándékokat hoztak, hogy a hagyomány később királyoknak gondolja őket, és el is nevezték, hogy Gáspár, Menyhért, Boldizsár. De hát a Szentírásban azt tudjuk, hogy azt olvassuk, hogy napkeleti bölcsek. Azért voltak bölcsek, mert kiszámították a csillagok állásából, hogy megszületett a zsidók új királya, és elindultak megkeresni. El is jutottak egészen a városig, ahol még ott volt a régi király Heródes, aki kicsit dühös lett, amikor meghallotta, hogy itt mindenféle új királyról beszélnek, és gyorsan hívatta a tudósokat, hogy
Miféle dolog ez? Tényleg van ilyen jóslat, hogy meg kell születni egy új királynak? És hol születik meg egyáltalán? Megmondták neki, hogy Betlehemben. Akkor hívatta magához ezeket a bölcseket, akik már ott mindenkit kérdezgettek a városban. És megmondta nekik, hogy menjetek el Betlehembe, ott találjátok, és majd utána gyertek vissza hozzá, mondjátok meg, hogy ki az, és akkor majd én is elmegyek. Hát persze a bölcsek érezték, hogy ez a régi király valami rosszat forral a fejében, mert nem nagyon akarta volna ő ezt a új királyt nagyon látni. Hát tudjuk a történelemből, hogy milyen szörnyű dolgokat művelt, de a bölcsek nem mondták meg, hogy hol van. Ők elindultak visszafele, a sivatagon át, de vajon hogy tudtak átjönni a sivatagon? Milyen közlekedési eszközzel? Teve? Bazon? Akkoriban még nem volt jeep. Nagy Gáspár verse jön. A tevéről is, meg a királyokról is. Nem Kínából, Perzsiából jön a három teve háton, nekik aztán nem jár járon, szabadok, hiszen királyok. Milyen hosszú a sivatag, milyen forró és hallgatag, milyen fényes fönn a csillag, szívük közepébe villan, hát követik napestelig, amíg a hold ki nem telik. Hagy Heródes, mint kígyó les, rájuk sziszen. Ő az Isten. De nem félnek, célhoz érnek. Szerettünk volna valami jó kis karácsonyi verset Kányádi Sándor bácsitól is énekelni, mert nagyon szeretjük az ő költeményeit, több lemezünk is van, ahol végig az ő versei szerepelnek, de nem találtunk kötetében, és megkérdeztük, hogy mit javasolna nekünk. És akkor elmondta nekünk a Isten háta mögött című verset. Hát kicsit szomorkás vers. De azt mondta, hogy énekeljétek el ezt is. Ez is hozzátartozik a karácsonyhoz, mert ott az öröm sokkal felfogozottabb, ahol minden rendben van, ahol jókat esznek, ahol ajándékokat kapnak, ahol együtt van a család. De bizony, aki esetleg nélkülözésben van, nem azokkal ünnepel, ha egyáltalán tud ünnepelni, nem úgy ünnepel, nem ott. Azoknak a fájdalma is sokkal mélyebb. Rájuk is kell gondolni. Hozzátartozik ez is az ünnephez. Hallgassátok ezt most meg Kányádi Sándor bácsi versét. Az Isten háta mögött. Üres az istálló s a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három királyok. Sok dolga van a teremtőnek, mindenkivel ő sem törődhet. Messzi a csillag, minden üvé nem világíthat. Megértjük, persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderektet. Előrelátó vagy, de mégis, nézd, Uram, a hátad mögé is, ott is lakoznak, s
örülnének a mosolyodnak. Előrelátó vagy, de mégis nézz, uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. Kányádi Sándor bácsi versét, címe Madáretető. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek a félcipót. Megosztom az én, olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Rigóm járt a kerteket, jöjjetek csókák, karjak, merevek, vendégül látok, minden itt maradt velünk, felelő madarak. Terítve már fagyolat a brusz, terítve már fagyolat a brusz, kenyeremet elétek morzolom, kenyeremet elétek morzolom, nem várok érte. Nem kell félnetek, hordas télben újjú éneket. Ha majd tavasz lesz, és én hallgatom, akkor zenő jön a ti hangod, hírrel hirdetve, az emberek télen sem voltak embertelenek. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek a félcipót, megosztom az én, olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Megosztom az én, olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Zsibog a hegy, a szánkozásról szól a nótánk. Fényes út lejt a cselesen meredeken, szánka siklik egyenesen le a hegyen. Kőre téved, vasat üzet itt a kövön, tördül, fordul, kiborul egy halom öröm. Borzik, csillog, zsibog a hegy, haja libeg. Három kucsma keresi a negyediket. Cselesen meredeken, szánka siklik egyenesen le a hegyen. Őre téved, vasat üzet itt a kövön, örtül, fordul, kiborul egy halom öröm. Korzik, csillog, zsibog a hegy, haja libeg. Három kucsma keresi a negyediket. Na, miután szánkoztuk egyet, itt az ideje, hogy énekeljünk is egy jót. Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Ezt fogjuk énekelni Vörös Sándor versében. Mindjárt megtanuljátok a refrént, és akkor énekelhetjük együtt. Ó, ó, fényességes, ó, ó, békességes, ó, ó, dicsőséges karácsony. Nem nehéz, ugye? Próbáljuk meg együtt.
Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Kicsit bátrabban. Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Utoljára. Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Na, akkor jöjjön a vers. Szénakazlak mellett, lámangyal közelget, az égből indulva üzenetét hozza. Ma született gyermek, a világ ismer meg. Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Pásztorok, hirdessék, minden szívnek tessék. Ő az Isten lóban, fekszik a jászolban. Vekhelye gyalult fa, pelenkája szalma. Na most figyelj! Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Nem hallom! Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. József és Mária, ajkánzeg ária, ökörke szamárka, kétfelől csodája. Világ ékessége, kezdete és vége. Na most mindenki! Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Ez lesz az! Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Még egyszer! Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Hadd zengjen! Karácsony, karácsony. Na, ha már ilyen szépen zengett az ének, akkor most mi is énekelünk egy olyat, amint jó hangosan kell énekelni. 600 éves ének, még a címje is ez, hogy Hadd zengjen énekszó. Hadd zengjen énekszó, fel égi ujjongó, jászol, ágyon szúnyad az édes megváltó. Ott fénylik ő az új nap, kit várva vártunk rég. Kezdett ő is vég, kezdett ő is vég. Mind gyenge gyermek ő, e bűnös földre jön, várva várlak téged, te mennyből érkező. Hozz vigaszt, békességet, kis Jézus itt e szín. Térj be egyre hív, térj be egyre hív. Új ének merre cseng, az égi fényben feng.
halleluja, és újjon minden szent, és szól a hárfa húrja, az angyal énekzeng. Bár ott lennénk már, bár ott lennénk már. A 600 éves dal után most egy nem olyan régi, de barokkori ének következik. Az egyik legnagyobb zeneszerző a Földön, Johann Sebastian Bach, aki sok versenymű, oratórium, kantáta, organoművek és mások mellett dalt is írt, karácsonyi dalt. Van egy kis gyűjteménye, az a címe, hogy Vallásos énekek. Nem is templom éneknek szánta, de azért néha templomban is szokták énekelni. Ím jászlad mellett térdelek. Gondolat, hogy a szívünkben kell szállást találni a kis Jézusnak. De ez a következő, ez a magyar népdal, ennek meg egész furcsa szövege van. A Bicskeinek arról szól, hogy rossz helyre született a kis Jézus. Illő dolog ez, hogy egy húzatos istállóban, beszek, ha Magyarországra született volna, egész máshogy alakul a történet. Hallgassátok csak meg, Bicskeinek. Üdvözlégy légy kis Jézuska, üdvözlégy légy ó kis baba, miért fekszel a jászolba, a hideg istállóba? Ó
hol a fényes palota, hol a kényes nyuszója, hol a lépes vízecske, bajjal mázolt köcsöge. Ó, ha Magyarországban, Bicskemelző városban jöttél volna világra, akadnál jobb országra. Mert adnánk jó mézecskét, aljas édes tejecskét, szükségedet megszánnánk, párnácskánkba takarnánk. Van, aki ismeri ezt a dalt? Nem ismeri senki? Akkor itt az ideje, hogy megtanítsuk. Úgy fogjuk csinálni, hogy elénekelünk egy strófát, és akkor mindenki megismétli utánunk. Aztán a másodikat, előbb-utóbb a végére érünk. Mindig egy kis furia bevezető van a verszavok között. Idvezz légy, kis Jézuska, idvezz légy, ó kis baba, miért fekszel a jászolva, a hideg istállóba? Tehát idvezz légy, kis Jézuska, idvezz légy, ó kis baba, na kezdjük együtt rajta. Idvezz légy, kis Jézuska, idvezz légy, ó kis baba, idvezz légy, ó kis baba, a jászolva? Miért fekszel a jászolva, hideg istállóba, a hideg istállóba? De szép. Hol a fényes palota, hol a kényes nyuszója, hol a lépes mézecske, vajjal mázolt köcsöge. Na, akkor második strófa, a szemrehányások egymás utánja. Hol a fényes palota? Kezdjük. Hol a fényes palota, hol a kényes nyuszója, hol a kényes nyuszója, hol a lépes mézecske, hol a lépes mézecske, vajjal mázolt köcsöge. Ó, ha Magyarországban, Bicskemelző városban jöttél volna világra, akadnál jobb országra. Hát itt a legfontosabb strófa. Ó, ha Magyarországban, Bicskemező városban, tessék. Ó, ha Magyarországban, Bicskemező városban jöttél volna világra, akadnál jobb országra. Mert adnánk jó mézecskét, vajas édes tejecskét, szükségedet megszánnánk, párnácskánkba takarnánk. Na, mert adnánk jó mézecskét, vajas édes tejecskét. Na, akkor énekeljük. Mert adnánk jó mézecskét, vajas édes tejecskét, vajas édes tejecskét, szükségedet megszánnánk, párnácskánkba takarnánk. Hát ahogy hallottam ebből a kórusból, nem igaz, hogy ezt senki se ismerte, néhányan olyan szépen énekelték már velünk együtt is. De most persze az a kérdés, hogy van-e olyan vállalkozó szellemű bátor gyermek, még ha nagymama is az illető, aki kijönne ide a színpadra, és mindenki örömére, gyönyörűségére ezt elénekelné. Majd mi kísérünk, sugunk, és még jutalmat is adunk érte. Úgyhogy érdemes vállalkozni. Hát ez nem igaz. Hát mindenhol valaki ezt el tudja énekelni. Na jössz! Az első lépést már megtette, most már csak a másodikat. Aha, jó, a táska miatt nem tudsz elindulni. Köszönjük szépen! Egy kis furia szóló előtte, mindig közbe, és majd fognak segíteni is itt a
zenészek, hogy ne legyen semmiféle probléma. Kicsit közel a mikrofonhoz. Nagyszerű volt! Na. Kicsi lány, azt mondtam, hogy valami jutalom jár, hogy gyere csak ide hozzám. Mert mutatok neked most karácsonyi lemezeket, ezek közül választhatsz egyet. Ennyi van már, nézd ide. Hogy? Rózsaszín? Na, Bognár Szilvia! Köszönjük szépen! Nagyon szép hangú énekes Bognár Szilvi is, bizony, bizony. Énekel rajta karácsonyi népdalokat, énekel Adi verset is. Köszönjük szépen a szép énekszót. No, drága barátaim, hát kicsit lehet, hogy gyerekeknek hosszúra nyúlt ez a műsor, de nem látom, hogy itten még a nagyon rendbontás lenne. Úgyhogy itt az ide, hogy még békességben fejezzük be. Vegyük a gúnyánkat, énekeljük a nagyszolontai betlehemes befejező nótáját. Nagybőgős betlehemes, Bece Gábor. Láncos botos Radványi Balázs. Gitáros kontrás Major Gábor. Kurulyás meg Grillusz Dániel. Micsoda mi az, aludni nem hagy ilyenkor, éjfélkor. Szállásunkat rontja, nyugvásunkat bontja ilyenkor, éjfélkor. Keljünk fel tehát, lássunk egy csodát. Megből tisztelni és imádni kell az Isten fiát. Ti teli bojtárok, mert rádulász a bundát, fogjunk göndör báránykát, fogjunk göndör báránykát, vigyük haza anyjának, anyjának, főzze meg a fiának, főzze meg a fiának, vigyünk neki lisztecskét, lisztecskét, főzön neki pipicskét, főzön neki pipicskét, ha valaki vígan él, vígan él, a juhász éppen így él, a juhász éppen így él, sétál, dudál, furuljál, furuljál, villag-ballag meg megáll, villag-ballag meg megáll. Úgy megáll, mint egy bál, juhaira úgy vigyázz, egy-két kulas ürmössel, ürmössel, beszélgessünk jó szívvel, szívünk is úgy újul, ezer víg örömmel, szívünk is úgy újul, ezer víg örömmel, hozza rajta jó gazda, jó gazda, ha elküldesz utunkra, Istennek áldása szálljon a házadra, Istennek áldása szálljon a házadra. Thank you.
Koszapajtás, fogd az ajtót, kezedbe a kilincs tartót. Már itt tovább nem maradunk, hanem tovább masírozunk. Áldott karácsony mindenkinek, viszontlátásra, köszönjük a figyelmet!